Gyermek voltam én, járni se tudtam, de bármi szembe ért, egyből rúgtam. Emlékszem szobám falaira, s ajkam első szavaira. Ia, ia, hungája. Később apám meccsre vitt a puskásba, ő 86 óta hitt a csodába. Egy álmot üldözött, de a gárda küszködött, a többség inkább széknek öltözött. 10 évesen már a kapu mögé szólított jegyem, s az apu megén. Daloltuk, s repült a sörös pohár, aki nem ugrál, az büdös bogár. Magyarország, hittük a gyorsan bekapott gól csak altatás. Győzni fogunk, de ha nem marad a számolgatás. De akkor is zúgott, ha épp húzott az ár. A hajrá Magyarország! Sosem felejtem el, amiképpen először láttam őt az M4-en. Szemében csillogás, s az a német felfogás. Eljött a pálfordulás. Ekkor jöttem rá, mi az álmom. Ünnepelni büszkén, ha lelátom. Eladtam ökröt és bakot, tyúkot vagy hatot. Bözsi néni, jó napot! Szívem, mint vonat, kerék zakatolt. Ám az aréna mellett egy bácsika szólt, hogy Balit a Hertha nem engedte el, s a jegyvásárláshoz már klubkártya kell. Ha nem sikerüljön az álom sorsolás, de akkor is zúgjon, amikor húz az ár. A hajrá Magyarország! Már a 82. perc, Bősér és Csucsák a labda mögött. Ez a válogatott harap elkap meg gyarát.